A Halasi Városgazda ZRT idei évi üzleti tervei szerepelt a képviselőtestületi ülés témái között. A napirend megvitatásakor többek között szóba került a csapadékvízelvezető hálózat üzemeltetése, karbantartása is. A 60 kilométer az, ami a csatorna rendszerünket illeti, az nagyjából a belvárosra egy-két frekventált utcára vonatkozik. Az átmérője szinte 90%-ban alacsonyabb, kisebb, mint amennyi igény lenne rá. Ha váltott már valaki Budapesten csatorna, hát zárt csatornát, abba belefér ez a kis házasságkötőterem a szelvénybe. Úgyhogy igazából azt lehet mondani, hogy ez a csatorna rendszer, ez egy olyan örökség, amivel valamennyit talán megold, de mondjuk egy ilyen 100 milliméter körüli csapadék mennyiség felett már komoly problémát okoz. Ha ezt a 60 kilométert meg kellene építeni, az a mai minimális áron, tehát ez nagyon minimális, ebből lehet, hogy meg se lehet építeni, 6 milliárd forintba kerülne, véleményem szerint ez inkább olyan 10-15 milliárd lenne. A képviselői hozzászólások között Harkai Péter elmondta, dicséretes, hogy nincs az ZRT-nek hitele, de szólt az úthibák javításáról is. Az aszfaltozásról is itt olvastam, én nekem ez az aszfaltozás, hogy ledobunk oda egy lapát, aszfaltot, az meg tapossuk, és akkor megyünk tovább, és most látom, hogy lesz egy ilyen lehetőség, hogy valamilyen gépet beszerezzünk, amivel azért modernebb 21. századi aszfaltozást tudnak csinálni a dolgozók. Harkai képviselő úrnak az aszfaltozással kapcsolatos felvetésére tennék egy észrevételt, mi szerint beledobunk egy lapát, aszfaltot eldolgozzuk mondatára, hogy a nagykönyvben ez így van megírva, hogy így kell javítani, azzal a kitétellel, hogy a tavaszi javításokkal ez rendesen kivágással és bedolgozással hozzák helyre. Köszönöm. Meleg aszfalt technikával nem tudunk dolgozni, ott mindig alvákozókat kell, hogy behozzunk, a hideg aszfalt technika pedig sajnos nem 21. századi, de ahogy a képviselő mondta, Hortobágyi képviselő úr, a semminél jobb, annál jobb, mint amikor az embernek ki kell cserélni mondjuk egy 40 ezeres gumit. Hát azért az is ér valamit. Vince Attila képviselő a Bundzsák Dezső sportpálya üzemeltetésére tért ki. Mivel a Városgazda ZRT a Bundzsák Dezső sportközpontnak a fenntartója, hogy egyesületünk anyagilag is és tárgyi eszközzel is az idejében szeretné majd támogatni a Városgazda ZRT-t, és köszönjük az éves munkájukat, amit a sportintézmény karbantartásánál részünkre biztosítanak. Az előterjesztést végül 15 igen szavazattal elfogadták a képviselők.